27 ponton ellentétes a sarkalatos törvényekkel az új közigazgatási felsőbíróság létrehozásáról szóló törvénytervezet, ezt Handó Tünde mondta, aki hozzátette, hogy a bírói kar támogatja a felsőbíróság létrehozását. Korábban a 444.hu írta meg, hogy a kényes politikai ügyeket ez az új szervezet tárgyalná, melynek élén nem feltétlenül bíró állna, hanem kormánytisztviselő. Az OBH elnöke nem cáfolta, de nem is erősítette meg, hogy ők írták le kritikáikat az új tervezetről. Hogy honnan kezdjem, de... Gondterheltnek látszott az országos bírói hivatal elnöke, amikor az újságírók a tervezett új közigazgatási bíróságról kérdezték. Néhány hete szivárgott ki a kormány terve, miszerint a kiemelt kényes politikai ügyeket csak az új szervezet tárgyalhatná, vezetője pedig nem feltétlenül bíró, hanem akár kormányhivatalnok is lehetne. A 444.hu akkor azt írta, hogy az országos bírói hivatal élesen bírálta a tervezetet, amely több ponton is sérti a bírói függetlenséget és alkotmányossági kérdéseket is felvet. Lázár János akkor hülyeségnek nevezte a cikket. Teljes hülyeség, ami megjelent ezzel kapcsolatban, nyugodtan mondhatom. Teljes egység van az OBH és a kormány között abban, hogy közigazgatási felsőbíróságra szükség van. Handó Tünde a tervezet kiszivárgása óta először jelent meg a nyilvánosság előtt. Most már nem volt annyira kritikus a kormány terveivel, mint a kiszivárgott anyagukban. A tervezet kiadása, vagy akár a véleményeknek a kiadása a magunk teljes terjedelmében, az a miniszter úr jogkörébe tartozik, úgyhogy sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom azokat, amik ott megjelentek. Handó Tünde azt viszont egyértelműen elismerte, hogy véleményezték a tervezetet, amelyben több kifogásolható részt is találtak, de ezeket nem részletezte. 27 sarkalatos rendelkezést érint ez a javaslat, mindenképpen szükség van egy parlamenti egyezőségre, vagy egy hangúságra a kétharmados rendelkezések miatt, akkor bizonyos vagyok benne, hogy a részletszabályokat illetően a véleményünket hasznosítani fogják. Az OBH elnöke azt is mondta, a bírói kar támogatja a közigazgatási felsőbíróság felállítását, de szerinte az ördög most is a részletekben van.